A szigorítások ellenére az átutazók továbbra is zökkenőmentesen léphetik át a szerb-magyar határátkelőket. A szomszédos országból érkező állampolgárok továbbra is beutazhatnak Magyarországra, amennyiben nem hagyják el a 30 kilométeres sávot, illetve 24 órán belül elhagyják az országot. Nagyon kevesen álltak sorba vasárnap délelőtt a Horgos-Röszke autópálya átkelőn. A legtöbb autó külföldi rendszámtáblás volt, csak átutazóban voltak, de akadtak olyanok is, akik a családjukat mentek meglátogatni. Berta László fia Szegeden él, nemrég született az unokájuk, ezért gyakran utaznak át Magyarországra. Hogy mennyit várunk, az változó, hétvégeken másfél-két óra hossz, a hét közben, amikor jövünk, akkor pedig egy óra hosszába beleférünk. Több vajdasági származású fiatal Szegeden tanul, így nekik is meg kell küzdeniük a határ nehézségeivel. Horváth Brigitta negyedéves orvostan hallgató reméli, hogy a kis határokat minél előbb megnyitják, mivel jóval hosszabb és időigényesebb ide eljutnia. Hetente járok át, ugye hétvégente jövök haza, és akkor ugye hétvégén is megyek vissza, és átlagosan ilyen 3 óra hosszát szoktam várni. Persze vannak kivételek, de általában nagyon hosszú a sor, és eléggé lassan halad. Persze meg lehet szokni, ezért kicsit kellemetlen, és autóval szoktam átjárni, saját autóval. A korlátozások feloldásáról egyelőre nincs hír. A magyarországi állampolgárok egyébként továbbra sem kelhetnek át a határon este 8 és reggel 5 óra között. A szerbiai és más külföldi állampolgárok ugyanakkor átléphetik a határátkelőt éjjel, de csak is tranzitforgalomban.